Nem csak Mici Mackó szereti, kampány indult a minőségi magyar méz népszerűsítéséért. A végzettség is számít. A szakemberek szerint fontos, hogy minél több középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei nevelő szerezzen diplomát. Futballal emlékeztek, az egykori Szent Istváni sportvezető, Agatics József emléke előtt tisztelegtek a labdarúgók. A Bajai Televízió híradója kezdődik, jó estét kívánok! Finom, édes és még egészséges is. A hűvösebb napokon bizony sokak teájába kerül méz Magyarországon, de bizony még mindig elmaradunk Nyugat-Európától az éves mézfogyasztás tekintetében. Éppen ezért a minőségi magyar méz fogyasztását szeretné novemberben induló kampányában népszerűsíteni az Országos Méhészeti Egyesület. A minőségre pedig garanciát is vállalnak. Magyarországon körülbelül 1 kg az éves mézfogyasztás fejenként, míg Nyugat-Európában 2-3 kg körül mozog. Ezért a magyar mézfogyasztás népszerűsítésére 3 hónapos kampány indul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület azt szeretné, hogy a fogyasztók közvetlenül a termelőktől vásárolják meg a mézet. A szervezet útmutatást is ad a fogyasztóknak a jó minőségű magyar méz vásárlásához. Tudtuk meg Gékény Benjamintól, a Bajai Egyesület elnökétől. Azt szeretnénk, hogyha a fogyasztó tényleg nagyon jó minőségű mézhez jutna hozzá. Éppen ezért már évekkel ezelőtt a termelői mézes üveget kidolgozta az OMME. Az orosházi üveggyár csak az Országos Magyar Méhész Egyesület tagjainak gyártja ezt. Csak termelők kaphatják meg, termelők juthatnak hozzá. Ebbe biztosan garantált termelői méz kell, hogy kerüljön. Az ellenőrzött mézekre pedig speciális zárszalagot is lehet igényelni, tette hozzá Gékény Benjamin. A bajai piacon széles a választék az árjeggyel ellátott termelői mézből. Az akácméz kilója 2200 forint, a virágmézeké 1500 forint körül mozog az idén. Sokan viszik, nagy a választék, tehát különböző virágmézeink vannak. Az akácmézet is nagy mennyiségben viszik, főleg a németek. Van úgy, hogy egyszerre elvisznek 9 kilót, ami egy piacon az egy tetemes mennyiség. De természetesen a bajaiak kosarába is kerül jó pár üveggel, főként az őszi-téli hónapokban. A vásárlók elmondták, fontos nekik, hogy magyar terméket vásároljanak. Nekem fontos, és mi sok mézet fogyasztunk. Tehát én az egész családot ellátom belőle. Nem tudom, hogy ez kinek milyen sok, de azért egy tél alatt, hát az relatív minden, 5-6 kiló azért úgy elmegy. Meg karácsonykor, meg a gubához, meg mindenhova. Igen, nagyon fontos, hogy magyar méz legyen, és sokat, tehát teába, ételbe, ital, mindenbe rakunk mézet, sokat fogyasztunk. A bajai méhészek a kampányon kívül is számos jótékonysági rendezvénnyel igyekeznek növelni a mézfogyasztást. Szeptemberben a Bácska Kincse Fesztiválon 1500 darab maci mézet osztottak ki a gyerekeknek. November 7-én rászorulóknak osztanak majd mézet. November 18-án pedig egy európai mézes reggeli program keretében édesítik majd meg a kicsik napját. Szalmonellával fertőzött lengyel tojásszállítmányokról érkezett riasztás az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén keresztül. Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkára elrendelte a lengyel tojásszállítmányok kiemelt ellenőrzését, közölte a Nébih. Az országos ellenőrzés november 4-éig tart majd, és minden magyarországi tojáscsomagoló és feldolgozó létesítményre kiterjed. A szakemberek a nyomon követhetőség ellenőrzése mellett valamennyi lengyel étkezési tojástételből mintát vesznek szalmonella vizsgálat céljából. A Magyarországra szállított tojásokon a 3PL 30-22-13-21 azonosító olvasható, megbetegedést okozhatnak, ezért ezeket ne fogyasszák el, és a tojással érintkezett felületeket fertőtlenítsék, olvasható a Nébih közleményében. Önálló intézkedési terv készül annak érdekében, hogy minél több középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei nevelő szerezzen diplomát. 2016-ban háromszorosára növekedett az eddigi jelentkezők száma, így szeptemberben több mint 1000-en kezdhették el tanulmányaikat a csecsemő és kisgyermeknevelő szakon. A hallgató 97%-a államilag támogatott formában tanulhat.
Nem unatkoznak a bölcsöde dolgozói a kabátos időszakban. A Szent Antal utcai intézményben mintegy 100 kisgyermek jár. Königné Rigler Szilvia azt mondja, mindig is gyerekekkel szeretett volna foglalkozni. Először egy OK-s tanfolyamra iratkozott be, de később fontosnak tartotta, hogy főiskolai diplomát is szerezzen. Szarvason végeztem, hát rengeteg információhoz jutottam, rengeteg dolgot megtudtam, egy csomó ismeret került a birtokomba, ami által a gyereknevelés így a bölcsödében egyre minőségibb munkát jelent számomra. A csecsemő és kisgyermeknevelő alapszak 2009-ben indult Magyarországon. A Magyar Bölcsödék Egyesületének közbenjárására pedig a középszintű végzettséggel rendelkező bölcsődei dolgozóknak államilag támogatott levelező tagozaton lesz lehetősége elvégezni a szakot. A kormány célja az, hogy minél többen és minél gyorsabban szerezhessenek diplomát. 12 felsőoktatási intézményről beszélünk, ahol csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakra lehet jelentkezni. Úgy dolgoztuk ki a feltételeket, hogy a gyakorlati időt minél kedvezményesebben beszámítsuk, tehát azoknak is javultak a feltételek, azok számára is javultak a feltételek, akik már gyakorlattal rendelkeznek, akik jelenleg is bölcsödében dolgoznak, ezeket a gyakorlati éveket is be lehet számítani, és ezzel a képzési idő le tud rövidülni. A felsőfokú végzettséggel egy területen dolgozók idén január 1-jével kerültek be a pedagógus életpályába, ami 46%-os fizetésemelést hozott a számukra, míg a középfokú képesítésűek január 1-től átlagosan további 12%-os juttatásemelést kapnak. Az egyetemi képzettség esetén 2015-ben még 201 ezer forintot kerestek, míg az életpályába kerüléssel 297 ezer forint növekedett a bérük. Tehát én azt gondolom, hogy azon túl, hogy az a tudás, amit a felsőoktatásban szereznek, de az hasznosulni fog nyilván a mindennapi tevékenység során, ennek megvan a kompenzáció része is. A jelenleg elsőéves főiskolások hetente egy napot töltenek a bölcsödékben. A családügyért felelős államtitkár elmondta, a férőhelyek bővítésével egyre több kisgyermeknevelőre lesz szükség. Akupunktúra, homeopátia, Bach virágterápia. Az alternatív gyógymódok egyre népszerűbbek hazánkban is. Azonban nem csak az emberek, hanem a házi kedvencek esetében is egyre gyakrabban használják ezeket a módszereket. Hogy baján mennyire jellemző az állatok ilyen módon való kezelése, a folytatásban kiderül. Új kártevő jelent meg hazánkban, a selyemfényű puszpángmoly. Az Ázsiából származó rovart hazánkban először Sopron környékén figyelték meg 2011-ben. Azóta már az egész országban elterjedt. A hernyó kártétele Baján is több kertben megfigyelhető. Ezeket a bokrokat teljesen tönkretette a moly. A buxusokat még az ősszel visszavágják, a fertőzött részeket elégetik. Jövő áprilisban permetezik a megmaradt töveket, tápanyagot is kapnak, ettől kezdve 6 hetet várnak arra, hogy kihajtsanak. Így adnak még egy esélyt a növényeknek, de ha ez a módszer nem válik be, újakat kell ültetni helyettük. A bokrok kártevőjét Európában néhány évvel ezelőtt Németországban találták meg, ahová feltehetőleg gyökeres buxus tövekkel hurcolták be. Azóta a többi országban is megtelepedett és károsít. Ez a puszpángmoly 3 nemzedékes, de azt jelenti, hogy 3-szor szaporodik egy évben, és ami érdekes, hogy nagyon hirtelen veszi észre az ember, hogy mi történt a buxusommal, vagy más néven puszpánggal, és mire észreveszi, lehet, hogy már késő is. Rendkívül szapora, és kezdetben picika hernyók csak hámozgatnak, majd amikor nagyobbak, akár 4 centi nagyságúra megnőnek, akkor pedig már rágnak is, tehát tarrágást végezhet, csak a levél ér marad gyakorlatilag, vagy elszárad teljesen. A kárt a hernyók a rágásukkal okozzák. A fiatal egyedek csak hámozgatják a leveleket, csak az egyik oldalról rágják le a szövet felszínét, ezek a levelek megsárgulnak. A kifejlett példányok nagyobb károkat okoznak. Itt látok egy ilyen picike kis lárva bőrt, ami levetett az állatka. Van köztük ürülék, apró darabok, tehát ékes bizonyítéka, hogy itt a hernyók kemény munkát végeztek. A puszpángmoly általában a levelek hátoldalára tapadva, rejtőzködve él. A bábozódáshoz készülő lárvák több levelet összeszűnek, abban húzódnak meg. A növényeinket kora tavasztól érdemes figyelni, mondta a növényvédelmi szakember. A már károsított, látszólag elszáradt bokrokat pedig nem kell kivágni, hanem a már említett módszerrel érdemes próbálkozni, tette hozzá Farkas Péter.
Kerámiatökökkel, festékkel és süteménnyel várták az óvodásokat az újvárosi általános iskolában. Az intézményben tökpartit szerveztek, amely során a gyerekek kreatív feladatokban vehettek részt. A lelkes művészeket házi süteménnyel és meleg teával jutalmazták. Gyerekzsivajtól volt hangos a Bajai Újvárosi Általános Iskola tanterme szerda délután. Az intézmény úgynevezett tökpartit szervezett óvodás gyerekek számára, amely során apró kerámiatököket díszítettek a lelkes résztvevők. A rendezvényt az intézmény pedagógusai szervezték azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felkeltsék a jövőre már iskolás gyerekek érdeklődését. Úgy gondoltam, hogy ez ragyogó alkalom, hogy a gyerekeknek az ismeretei bővüljenek, a másik, hogy a kézügyességük fejlődjön, a színérzékük. Soblóher Sándor névbevezetőjében röviden mesélt a gyerekeknek a Halloween-i tök és a kevesek által ismert magyar eredetű Salamon tök történetéről. Ezután vette kezdetét a kreatív munka. Úgyhogy így kell egy szivacsot fogni, és úgy lenyomdázni, amilyen színnek kell csinálni. Az apró művészek lelkesen festették az asztalon lévő figurákat. Nagyon szeretünk tököt festeni, ilyen kicsit is, nagyba is, és köszönjük, hogy elhívtak ide. Sokan gyakorlott mozdulatokkal díszítették a tököket, néhány óvisnak azonban még jól jött a segítség. Az iskola diákjai, köztük Veronika és Réka szívesen segítettek a kisebbeknek. Tököt kellett festeniük, és szerintem nagyon gyorsan haladtak. Igen, nagyon ügyesek voltak, kreatívak. A lányok elmondták, az előző években óvodásként ők is jelen voltak a rendezvényen, és azóta is szívesen vesznek részt ilyen kreatív foglalkozásokon. A rendezvény sikerrel zárult, közel 50 óvodás készítette el saját, kézzel festett dísztökét. Akupunktúrás kezeléssel elaltatni egy műtétre váró zsiráfot, homeopátiával meggyógyítani egy tacskóbénulástól szenvedő kuvaszt, vagy akár Bach virágterápiát alkalmazni, ha szívinfarktust kap egy cica. Manapság egyre természetesebbé válik, hogy ahogyan az embereket, úgy az állatokat is különböző alternatív gyógymódokkal kezeljék. A módszerhez a különböző állatgyógyászattal foglalkozó intézményekben különbözőképpen viszonyulnak, de sok gazdi választja, mikor már nem lát más lehetőséget kedvence megmentésére. Utána jártunk Baján, mennyire hisznek ebben a módszerben. A módszert alkalmazó állatorvosok méregtelenítéskor ajurvédikus szereket alkalmaznak, vérszegénység és görcsök ellen pedig sűszlelsókat. Utóbbiak közül van, amelyik nyugtató hatása miatt viselkedészavaros kutyáknál is hasznos lehet. A bakvirágterápiát pedig általában életveszélyes, sokkos állapotú állatoknál, például szívroham esetén, valamint altatásos műtétek során alkalmazzák kiegészítőszerként. Baján a legtöbb állatorvos azonban még mindig a hagyományos módszerek híve. A 11 éves Gusztáv féloldali bénulás gyanúval került a rendelőbe. Eddig csak ivartalanító műtéten esett át, de valószínűleg most is egy komolyabb kezelés előtt áll. Gazdája elmondta, ő bízik a klasszikus állatorvoslásban, de nem zárkózik el az egyéb módszerektől sem, ha az a megoldás. Hát ha tényleg nem látnák a szokványos orvoslásban rá lehetőséget, akkor lehet, hogy kipróbálnám ilyen. Az ember reménykedik, de nem teljesen hinnék benne. Tehát ha emberről, ha állatról van szó, akkor sem. Ha már nem sikerül a klasszikus gyógyítási mód. Dr. Tálas László állatorvos éppen azt fejti ki, hogy hasonlóan az emberekhez, állatoknál is sokszor végső esetben fordulnak a gazdák az alternatív gyógymódokhoz. Bár ő a klasszikus orvoslásban hisz, elmondta, hogy már az állatorvosi kamarának is van alternatív állatgyógyászati tagozata. Annyit tanácsol azoknak, akik alternatív módon kezeltetnék házi állatukat, hogy mindenképp olyan szakembert keressenek fel, aki ért hozzá, és államilag elismert oklevéllel rendelkezik, mondta az állatorvos. Ha valakinek ilyen speciális igénye van, akkor mindenképpen keresnék, vagy talán ismerek is olyan állatorvosokat, akik ezzel foglalkoznak. Mivel mi nem foglalkozunk ezzel, és az elején is kihangsúlyoztam, hogy a megfelelő végzettsége, illetve még egy fontos megfelelő tapasztalattal rendelkezzen az a beavatkozó személy. Hát mi nem rendelkezünk ezzel a tapasztalattal, tehát ezért nem is használjuk. Dr. Tálas László elmondta, vannak technológiák, így például az infravörös termográfiai képalkotó diagnosztika, amelynek segítségével kimutatható, hogy valóban hatott-e a terápia.
halloweeni tökös újborkostolóra várják a szórakozni vágyókat. A töklámpásokkal kivilágított hajósi pincefaluban 29-én szombaton délután 2 órától kezdődnek a programok. A gasztronómiai kínálat mellett aznap a legrémisztőbb és a legviccesebb tökök versenyeznek majd egymással. A rendezvényről Kner István számolt be híradónknak. Azért is érdemes ellátogatni, mert ugye a nevében is benne van, hogy újbor kóstoló, úgyhogy újborokat is lehet már kóstolni. 10 pince várja az érdeklődőket. Ezen kívül újdonság, hogy a Miner Biotéren lesz most az információs pont, ahol kóstolójegyeket és új kóstolópoharakat lehet vásárolni. Ezen kívül a Miner Biotéren lesz lehetőség érkezni is, ahol lángos, sült kolbász, kürtös kalács, mindenféle finomság várja majd az érdeklődőket. Ezen kívül nagyon örülünk neki, hogy a hajósi általános iskola diákjai az idén is faragtak tököt. Tavaly több mint 400-at faragtak. Reméljük, hogy az idén is lesz ekkora mennyiségű tök, amit szétszórunk a pincafalot területén, és ezt 4 órakor fogjuk meggyújtani, és ugye ez egész éjjel kivilágítja a pincefalut, úgyhogy az nagyon szép látvány lesz. Kezdődik a Sportpercek. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Borsos Bálint a 7. helyen végzett a főiskolások és egyetemisták birkózó világbajnokságán. A Mogyi Bajai Birkózó Klub sportolója a 125 kg-osok mezőnyében szépen menetelt a negyed döntőig, ahol egy grúz birkózóval szemben vereséget szenvedett. A grúz aztán kikapott az elődöntőben, így Bálint a Vigaszágon sem folytathatta. Agatics József emléke előtt adóztak a héten a fiatal labdarúgók. A Szent Istváni Általános Iskolában évtizedes múltra tekint vissza a Csőszkupa, amely tavaly óta a nemrég elhunyt kiváló sportember nevét viseli. A héten 3 napon át több korosztálynak rendeztek mérkőzéseket a sportcsarnokban. A hétfői napon a 4. korcsoportosok kezdték a tornát, majd kedden az 5.-6. osztályosok léptek pályára. A bajai iskolák mellett Vaskútról és Felső-Szent Ivánról is érkeztek csapatok. A fiatalok a szokásoknak megfelelően nagy lelkesedéssel vetették magukat a játékba, a mérkőzések után pedig reálisan tudták értékelni teljesítményüket. De ez még az első meccs volt, ezért még nem tudtunk jól teljesíteni. 3-3 lett a végeredmény. Tanultunk ebből a meccsből elég sokat. A futball szépsége, hogy amíg az egyik oldalon bosszankodnak az elhullajtott pontok miatt, addig a másik gárdánál örülnek a megszerzett egynek. Mi elégedettek vagyunk, mert ez egy viszonylag erős csapat, szerintünk ez jó eredmény. A 4. korcsoportosok között végül a Szent László nyert, míg a kisebbeknél a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola diadalmaskodott. A fiatalok a futballal, ráadásul egy igazi sportember emléke előtt is adóztak. A torna a tavalyi óta Agatics József emlékére rendezzük meg. Batyi bácsi a Szent Istváni labdarúgásnak egy ikonikus alakja volt. 73-tól irányított a városrész nagypályás futballcsapatát, és nem mellékesen az iskolának is, amikor kellett, nagyon sokat segített. Csütörtökön pedig már a lányok kergették a labdát, itt már a Madarasi iskola csapata is ott volt a mezőnyben. A szervezők összegzésként elmondták, a 3 nap mérkőzései Batyi bácsi tetszését is elnyerték volna. Sportpercekkel holnap este ismét készülünk önöknek. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Nem csak Mici Mackó szereti, kampány indult a minőségi magyar méz népszerűsítéséért. A végzettség is számít. A szakemberek szerint fontos, hogy minél több középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei nevelő szerezzen diplomát. Futballal emlékeztek. Az egykori Szent Istváni sportvezető, Agatics József emléke előtt tisztelegtek a labdarúgók. A Bajai Televízió csütörtök esti híradóját látták. Friss hírekkel holnap este 6 órakor Attila várja önöket. Én köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra!
Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet képződik. Az előbbiek feloszlását követően napközben jellemzően napos idő várható. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.